Rendőrségi pecsét, fekete gumikesztyű, színnégett ruhák, levegőben terjengő égésszag jelzi, hogy ebben a pincében tűz volt a minap. Szekszárdon a Babics utcában egy pincében keletkezett tűz, ahova a városhivatásos tűzoltóit riasztották, akik rövid időn belül megfékezték a lángokat, és az utómunkálatok közben egy férfi holttestére bukkantak. Az utcában lakók azt mondják, évek óta hajléktalanok laknak ezekben a pincékben, most úgy tudjuk, öten húzzák meg itt magukat. Közülük halt meg egy 26 éves férfi. Az, hogy mi okozta a tragédiát, egy későbbi tűzvizsgálat tisztázza majd. A pincével szemben lakók is azt mondták, hogy a lángok nem voltak nagyok. Ettől függetlenül a helyiek nagyon megijedtek, amikor észrevették a füstöt. A szomszédok kezdték el oltani a tüzet, hogy ne terjedjen tovább a többi házra. Az itt lakók szerint egy gyertya miatt kaphatott lángra az a rengeteg ruha, amivel tele van a helység. A haláleset körülményeit a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, vagyis kizárták az idegenkezűséget.